Stábunk az Ut-Unum Szint Ökumenikus Intézetben folyó dr. Kránisz Mihály által szervezett ökumenikus előadássorozaton forgatott február 19-én. A sorozat találó címe Együtt az úton. Az idei harmadik előadást dr. Stift Zoltán Angelikó katolikus lelkipásztor börtönlelkész tartotta, a szép Út az emberi szívhez, új evangelizáció a képek nyelvén címmel. Ennek során a festészetről és a művészetről, mint nyelvről beszélt az egybegyűlteknek, és a tömegkommunikáció fontosságát, jelentőségét is hangsúlyozta. Középiskolás koromban jártam rajzszakkörre azzal a céllal, hogy a képzőművészeti főiskolára jelentkezem, és ezen a papi hivatás ezt a dolgot elaltatta, hogy így mondjam. És papként, már több éves papként, amikor a hitoktatás során fölmerült a kérdés, hogy hogyan tudnám lekötni a gyerekeket, akkor ébredt föl bennem újra ez a rajzos dolog, és hát született meg ez, amit most az Angelikóhoz, ez a kis angyalkához kötődő evangelizációs munkának, rajzos evangelizációnak neveznék. Az a piros vonalas matrica, ezzel kapcsolatban mondanék annyit, hogy ennek az a címe, hogy az Isten, Mária, Isten mosolya. Ezt azért emelném egy kicsit ki, mert példázza azt, amiről majd egy kicsit később, még egy-két percben az egyház tanításából merítve is mondok valamit, de most a saját szavaimmal. A rajz úgy tűnik, hogy nagyon tömören tud átadni üzeneteket, a hitünk vonatkozásában is. Ha valaki már hallott a kis Jézusról, meg a szűzanyáról, nem kell egy sokat, valószínűleg erre a rajzra ránéz, és erre gondol, és ezzel kapcsolatban, hogy kis Jézus meg Mária, egy csomó mindent szavak nélkül, és talán anélkül, hogy ő maga is meg tudná fogalmazni, de kap. Én legalábbis ebbe bízom meg, ez a tapasztalatom. Tehát szavak nélkül az evangélium üzenete a rajzok útján a lélekhez juthat. Hát a digitális képrajzolás igénye az onnan merült föl, hogy egy hittankönyvet kellett illusztrálnom. Írunk 1999-2000, de lehet, hogy már a 21. században vagyunk, amikor kiderült, hogy viszonylag rövid idő alatt kell nekem viszonylag sok képet elkészítenem egy könyv illusztrálásához, ami kapcsán fölmerült, hogy ezt ha papírra rajzolom mindig újra és újra a javított változatokat, akkor ez nagyon hosszú ideig tart. És egy kicsit utána érdeklődtem, körbenéztem interneten, és kiderült, hogy létezik ilyen, hogy digitális rajztábla, és az gyakorlatilag az egyébként szokásos papíron is használt metódust rögtön digitális formájú rajzá alakítja, tehát úgy rajzolok, mint egyébként a papírra, csak nem a papírra, hanem erre a rajztáblára, és ennyi, és így született a digitális rajz. Egyébként pedig, hát ez a klasszikus megoldás volt előtte, a szkennelés, de azzal nem jutottunk tulajdonképpen előbbre. Hittanoktatás közben szerzett tapasztalataira kitérve elmondta, a gyermekeket lekötni, hittanra oktatni sokszor bizonyult nehéz feladatnak, de rajzolással, képek segítségével átadható nekik az üzenet. Ez a módszer a börtönökben is működőképes. Egyrészt a papi hivatásomat nagyon megerősítette az, hogy előtte, itt, ahol most dolgozom, tehát pap nem volt még a börtönben, ezt a börtönt 15 éve csinálták. Van ez a matrica dolog, és ami nagyon bejött, megint a kifestő. Ugye a kifestő műfaj azért jó, mert fekete tollal, fehér papírra lehet produkálni kifestőt. Na most én A5-ös kis papírokat, kicsit vastagabbat szoktam bevinni magammal, és ha olyan alkalom van, akkor már van, hogy kérik, hogy hazaküldik a borítékba. És hát ezt ugye most nem tudom, mennyire sikerül átadni az én pozitív előélmű megdöbbenésemet, amikor van egy mondjuk, hát egy kisebb csoport, mondjuk 10-12-en ott vannak, akkor én beszélek valamiről, és akkor végén mondom, hát ha valaki szeretné, akkor szívesen rajzolok mondjuk egy ilyen kis angyalt a gyerekének, és akkor mint a 12-ből 3-4-en kérnek, és akkor oda jön a következő,
férfi, hát ott ugye ez, hogy kigyúrom magam, ez nagyon jellemző, tehát ott ilyen 130 kiló magas ember odáll, és akkor mondja, hogy neki ne egy angyalt rajzoljak, hanem hármat, és fogják egymás kezét, mert neki három gyereke van. Ami az inspirációt illeti, az a tapasztalatom, hogy kell. Onnan tudom, mert van, hogy nem születnek rajzok, akármennyire szeretném, nem sikeredik. Hát a dolgok kezdetén a hittanórák, a gyermekekkel való foglalkozás volt, és mind a mai napig az ilyen alkalmak, tehát akár a börtönben is, amikor alkalom adódik, hogy családi istentiszteletek keretében azok után találkozhat, a fogvatartottak hozzátartozóival, gyerekekkel is, akkor nekik sokkal könnyebben, gyorsabban, és talán jobbakat tudok rajzolni, mint hogyha egyedül ülnék az íróasztal mögött. Tehát az inspiráció a közönség. A gyerekek, meg hát mindazok, akiknek szeretnék valamit üzenni. A hallgatóság megismerkedhetett a több mint 10 éves Angelico figurájával is, aki első megrajzolása után nem sokkal, már interneten, kifestőkönyvekben és hittankönyvekben is fellelhetővé vált. A Szentírás illusztrálása egy angelikus képes biblia formájában egy régi tervem, álmom, hogy megvalósul-e, hogy mikor valósul meg. Hát erre Színai Szent Katalinnak az a mondása jut eszembe, hogy a módokat és az időket a gondviselő Istenre kell hagyni, hogy mikor és hogyan valósul meg valami, amit egyébként szeretnénk és fontosnak tartanánk. Úgy tűnik, hogy a mai pap hiányos helyzetben nem könnyű egy pap lelkipásztornak megteremteni azokat a feltételeket maga körül, hogy a papi hivatásán belüli ilyen rajzos evangelizációs hivatását úgy tudja megélni, hogy abba például egy ilyen nagyobb szabású munka beleférjen. Meglátjuk, hogy a Jóisten mit, hogyan rendez a jövőben. Egyelőre nem adtam föl, de most a közeljövőben nem látom lehetőségét, hogy egy ilyen komolyabb munkát el tudjak végezni. Egy valakit mindenképpen a papfestők közül azért hadd emeljek ki az egyház történelméből, Boldog Fra Angelicót, azért, mert majd, ahogy erre mindjárt utalok is, az ő neve is, meg az ő egész személyisége, domonkos szerzetes pap, aki például a firenzei Szent Márk kolostort kifestette. Szóval az ő egész életműve számomra nagyon tanulságos és kedves. Ugye ő 1455-ben halt meg, tegnap, ugye 18-án, február 18-án, tegnap volt az emléknapja, és hát most az ő életében ne veszek el, ugye, de megemlítem, hiszen szerintem sokan ismerik, tehát hogyha az ő nevét kimondom, azért gondolom, hogy sokuknak ugye, a lelki szemeik előtt föl sejlik, hogy az a színes és kedves világ, ami hát nálam hozzám ért több emberek biztosan nálam jobban el tudnák mondani, hogy milyen csoda az, amit ő itt hagyott, és papként. És ő nem véletlenül papként csinálja ezt, hanem az ő papi szerzetesi hivatásával ez teljes összhangba volt. A papi hivatás egyébként nagyon sok mindent nem zár ám ki, amiről esetleg azt gondolnánk. Egy példát hadd hozzak. Idézve, és fölidézve az emlékeinkben nagy szent II. János Pál pápánkat, aki talán az utolsó igazán érdemi írása, amit ránk hagyott, 2005. január 24-én Szalézi Szent Ferenc ünnepén írta alá azt a, és nem is tudom, ennek a műfaja micsoda, a Rapidos Viluppo kezdetű buzdít, valamilyen bátorítás, mondjuk így, nem tudom most a műfaját pontosan, a kommunikáció témában. Tehát minden évben van ugye a kommunikáció világnapjára egy üzenet, de ez egy kicsit ennél méretében és súlyában is, tehát tartalmi tekintetben is hangsúlyosabb valami. Tehát 2005-ben írja ezt a gyors fejlődés kezdetű Rapidos Viluppo
kezdetű bátorítást, amelyben, ugye ezért idézem és hozom most ide, arról beszél, hogy a kispapnevelésben és a papok munkájában hogyan kaphat szerepet, és kapjon is a médiával való, micsoda, foglalkozás? Többről van szó. Ugye fejtegeti a pápa 2005-ben, hogy már a zsinat meg hatodik Pál pápa is azt mondta, hogy milyen fontos és milyen nagy lehetőség a média világa a keresztény üzenet átadása szempontjából. Ezt ugye értjük is, hát csinálunk, és nagyon sokan lelkesen, plébániai újságot, tévé, rádió, stb. Már attól kezdve, tehát ennek van hagyománya. De 2005-ben írja le a pápa azt, hogy nem csak arról van szó, hogy ez egy lehetőség, mint ahogy lehet könyvet írni, lehet e-mailezni, vagy tehát postagalamban lehet küldeni üzenetet, vagy füstjelekkel átadni. Tehát nem egy az ilyen lehetőségek közül. Azt mondja, hogy pillanat, hogy pontosan idézzem, tehát ebben a Rapidos Virupon ezt a kifejezést használja, az első számú Areopagos a mai világban a média. Azért ez súlyos. Kicsit meghökkentő is. Majd még, ha a Jóisten engedi, akkor ma mondok ilyen kicsit meghökkentő pápai szavakat. Na nem botrányos dolgokat, csak elgondolkoztató szempontot, mást is. Ez is az. Tehát első számú Areopagos. Ugye ott hirdette Pál apostol az evangéliumot. Tehát ha másokhoz szeretnénk elvinni az evangéliumot, tehát nem csak a már templomba járó és ott lévő híveinknek hirdetjük, mert nyilván ez a kép ezt jelenti. Az első számú olyan terep, ahol az evangélium, a krisztusi jó hír átadható másoknak. Missziós terep a média. Az atya konklúziója az volt, hogy mindig fontos megnézni, hogy kihez szólunk, mielőtt evangelizálni kezdenénk. A képek sokszor jobban elérhetnek hozzánk, mint a szavak. Merjük használni őket, ne féljünk a használatuktól. A Redemptor Hominis kezdetű enciklikájában, megint csak a nagy pápát idézem, ebben az enciklikában II. János Pál pápa, ez az első enciklikája, az első pápaságnak az első évében írja, és talán ide fel is írtam, hogy a dátumát nem írtam föl. Igen, csak azon belül, de nincs jelentősége, csak azt hittem, mert van, amit meg felírtam a dátumát, még a... Igen, tehát 79, azt írja, hogy az egyház útja az ember. Na most megint nem tudom, hogy ki, biztos mindenki hallotta már ezt. Abban nem vagyok biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Abban viszont biztos vagyok, hogy én nagyon sokáig nem tudtam. Tehát én bevallom, hogy én úgy voltam, hát ez egy ilyen jó hangzó, egyház útja az ember. Hát ez olyan jól hangzik, nem? De hogy tulajdonképpen miről is van szó? És ha megnézzük, egészen pontosan azt mondja a pápa, azt hiszem a 14. pont, az egyház útja az ember, és erre az útra épül minden más út, melyen az egyháznak járnia kell. Az egyház útja az ember, és minden más útnak erre. Krisztus ugyanis kivétel nélkül minden embert megváltott. Ez azt jelenti. És lehet, hogy az értelmesebb olvasó rögtön megértette. Én mondom, hallottam ezt a kifejezést, talán olvastam is ezt a bekezdést, de én már javában pap voltam, amikor leesett a tantusz, és remélem, hogy jól esett le, hogy itt arról van szó, hogy például, ha önöknek beszélek, akkor nem beszélhetek önöknek úgy, hogy fogalmam sincs, hogy valamiképpen ne önöktől induljon legalább egy igény, vagy hogy ne tudjam, hogy kikhez szólok. Tehát magyarul, ha tanítani akarom önöket valamire, akkor én csak önökből indulhatok ki. Most nyilvánvalóan ez úgy is működhet, hogy én nagyjából azért bizonyos információkat kapva elképzeltem, hogy kik lesznek itt, és akkor mit mondok nekik, és azért írtam magamnak egy vázlatot, de ez nem lehet független önöktől. Most ez főleg ugye a gyerekek hitoktatása kapcsán egy alapvető dolog. Tehát hogy nem lehet hit oktatni, hogy nem nézzük meg, hogy a mai gyerek milyen, és ha kiderül, 15 percnél többet nem bír ülve maradni egy helybe, akkor ne 45 perces kifejtést
tervezzünk be 45 perces órára, mert nem fog menni. És így tovább. Tehát az egyház útja az ember, a mostani ember, a mai ember, az itt lévő ember, aki előttem van, akivel találkozom. Ő rajta keresztül tudok őhozzá eljutni a szívébe. Amúgy én nem vagyok egy túlságosan bátor alkat, tehát el tudok bátortalanodni ilyen vonatkozásban is, hogy vajon amit csinálok, az tényleg értékes-e, hasznos-e. És nagyon sok visszajelzést kaptam és kapok interneten keresztül, kiállítások kapcsán, gyerekektől. Hát az egész munkám a rajzos evangelizáció területén így kezdődött, hogy a hittanórák után a gyerekek elkezdték mondani, hogy rajzoljam nekik is azt, amit a táblára. Aztán amikor rajzolom egy csillogó tekintetű gyermek előtt számára azt, amit én úgy gondolom, hogy hát ez telik tőlem, és látszik, hogy tetszik neki, hát ennél több és konkrétabb visszajelzés, azt hiszem, hogy nem kell és nem is várhat senki.